A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 26-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először folytatjuk beszámolóinkat a Petőfi emlékévről, elbúcsúzunk Tóth Lászlótól és Nádorfi Gabriellától, végül pedig két koncert történéseit idézzük fel. Tartsanak velünk! Petőfi emlékülésen köszöntötték a költő születésének 200. évfordulóját. A Szent István Művelődési Házban Lukács László néprajzkutató a költő Székesfehérvárhoz és a vármegyéhez kötődő életútját ismertette. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér megyei tagozata, a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, valamint a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a Petőfi emlékülést. Az előadások sorában Lukács László néprajzkutató Petőfi Sándor Székesfehérvárhoz és Fehérvár megyéhez köthető éveire tekintett vissza. Színjátszó működése kapcsolódik Fehérvárhoz, amikor színész volt Szabó József színtársulatában, itt a Pelikán színpadon, és azon túl pedig még Fejér megyében, illetve Fehérváron még 1841-ben Szentpéterivel, a híres színésszel eljöttek, egy hétig itt voltak, Szentpéteri szerepelt a színházban, ő pedig már mint ismert író volt itt. Amikor 42-ben itt volt, még akkor nagyon kezdő író és még kezdőbb színész volt. Az első szerepét itt játszotta, a Párizsi Naplopó című darabban, és azt mondhatjuk, hogy hát elég jó társulat volt, könyvtáruk volt, itt is Fehérváron már volt könyvtár, egylet, olvasó egylet, oda is eljártak, sőt könyvkötőhöz is ment Petőfi, könyveket is kötetett a társulatnak. A társulatnak még könyvtára is volt, megvették a korabeli darabokat a könyvekben, és azt mondhatjuk, hogy ugye több verset írt Fehérváron, az egyik az első szerepem, a másik a Disznótorban, ugyanis a nagybátyja fehérvári, hát mészáros mester volt, meghívta őt, meg a vékony dongájú, vékony pénzű, sovány színésztár, fiatal színésztársai disznóölése Disznótorban, és a Disznótorban című versében örökítette meg ezt a disznótoros vacsorát Petőfi Sándor. Fejér megyében még kapcsolódik hozzá az, hogy hát amikor elmentek Kecskemétre, innen akkor ugye seregélyesen mentek keresztül, több lovas kocsival. Ő a gardróbos szekéren ül, egyszer fel is borultak, de nem lett semmi baj. És hát a Pentelei révnél mentek át a Dunán, és hát ott a Pentelei révcsárdában nagyon hideg volt, ott paprikás forralbort ittak, és utána elhaladtak Szentmárton, mert mentek Kecskemétre, a tavasszal ott játszott aztán. Az az érdekes, hogy itt az egyik színésztársával együtt aludt, egy ágyban is aludtak, itt Fehérváron, és aztán Kecskeméten is. Az azonban akkor még teljesen szokásos dolog volt, hogy egy ágyban több ember is alszik, még idegenek is aludtak egy ágyban. Azt mondhatjuk, hogy mivel ugye Szalkszentmárton Duna-Pentelével szemben van, így Dunaújvárosban is elég nagy a Petőfi kultusz, ha elmegyünk a Szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeumban, vagy 3-4 olyan emléktáblát látunk, amit a Dunaújvárosi K alá állítottak különböző Petőfi évfordulókon. Ez érdekes dolog, hogy így ragaszkodnak hozzá, pedig csak ott elhaladt 43. januárjában, és azon kívül pedig csak ugye vele szemben Szalkszentmártonban időzött a szüleinél, igaz, hogy akkor hosszabb ideig ott volt, és ugye több verset is írt, talán a legtöbb vers a Pest után Szalkszentmártonban keletkezett. Azon kívül még ezen az útvonalon, seregélyesen keresztül alatt
hát méltó és igazságos, hogy tavaly Szarvas József színész, aki 16 oltóágat kapott a Székelykeresztúri Petőfi fáról, a Körtefáról, tavaly ide a Seregyesi Tájház udvarára ültette el a 16. Petőfi Körtefát, ami abból a Körtefából van, ahol Petőfi az utolsó estejét töltötte a szállásadóival, a barátaival együtt, másnap ugye meghalt a segesvári csatában. Még azt mondhatjuk, hogy sajnálatos Petőfi emléke Ercsi is, az édesapja egy Matulai nevű, hát székálló legényével együtt kibérelt Ercsi mezővárosról 1835-ben a mészár széket Ercsiben, és ugye ott tönkre mentek. Egyrészt marhavész volt 35-ben, erre nagyon ráfizettek, és ezt a Matulai 100%-ig áttolta, csak Petrovics is van. Utána ugye még a következő években is hozta az állatokat az Alföldről az István, és aztán a Matulai elmérte, és a végén már 1600 forinttal tartozott neki, nem fizette meg a Petrovics Istvánnak a húsárát, és aztán utána pedig következett a 38-as nagy árvíz, ami mindenüket elmosott. Tehát Ercsi ilyen szempontból egy sajnálatos Petőfi emléket. Viszont azt is tudjuk, hogy Petőfi Sándor is járt itt, a Szódi diák korában eljött nyáron Ercsibe az apja bérletébe, megvan a Kiskun mezővárosnak a levéltárában, az a bizonyos, ahogy útleveleket adtak ki, ezt bejegyezték, hogy ki, mikor, hova megy, és be van írva, hogy Petrovics Sándor, akkor még Petrovics Sándor Ercsibe megy. Akkor Petőfi emlékeinek tekinthetjük a csapdit, ahol ugye Petőfi első szerelme, az Ósfi asszonyfai Csáfordi Tóth Róza lakott, ugyanis a Csáfordi Tóth Rózát azt mondja, szóba se került, hogy a tönkrement mészáros mester fiához hozzáadnák, és az apukája egy császár és király őrnagy volt, ott Ósfi asszonyban mellett Csöngén, és nem próbált udvarolni neki a Petőfi, de szóba se jött, szinte elzavarták Ósfi asszonyfáról, a jó módú leány mellől. Ő elment Sopronba, és utána katonának állt. Viszont az a Csáfordi Tóth Róza egy csapdi földbirtokos, Móricz Ferenc vette feleségül, és megépítette a csöngei kúriájuknak a mását, itt Csabdiba, abba éltek, ott született három gyerekük, és itt halt meg a Sáfordi Tóth Róza, itt van eltemetve a Csabdi temetőben, ma is nagyon szépen rendbe tartják a sírját. Petőfi emlékeztetője Fejérvár Csurgói kastély is, ahol Petőfi István, hát mondjuk így, hogy özvegye, vagy felesége, évekig élt, miután már ott hagyta ugye az István, Csákó, Pusztán, Békés, vagy éves egyedül élt, évekig élt a sógoránál, Fejérvár Csurgón, ez az egyedülálló nő, aki Gájel Hofer Antónia, akinek a sógora volt a Károlyiaknak a gazdatisztje, és ugye ide jött a testvérhez, meg a sógor az évekig itt élt Csurgón, és hát ezt is majd a Csurgót is fel emlékhelynek tekintetjük, úgyhogy van elég sok emlékhely, hát ezeket is érdemes számon tartani, nem csak Fejérvárt, hanem ezeket az apró emlékhelyeket is. Tóth Lászlóra, a 10 éve elhunyt közművelődési szakemberre, a Szabadművelődés háza egykori igazgatójára emlékeztek a Vörösmarty Színházban. Családja, barátai, tisztelői körében bemutatták az életéről és munkásságáról szóló Záróra című kötetet, majd kiállítással és színházi előadással idézték meg emlékét. Rendkívüli érdeklődés kísérte Tóth László, a székesfehérvári kultúra legendája, a Szabadművelődés háza egykori igazgatójának emlékestjét. A megnyitón Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője idézte meg elsőként emlékét. Majd Magyarics András, a barát és munkatárs emlékezett vissza a csupa nagybetűs népnevelőre, akit a munka iránti alázata és a közművelődés iránti szenvedélye emelt ki kollégái közül. 28 évig dolgoztunk együtt, és 10 éve halt meg. Olyan jelentős figura volt a közművelődésben, vagy Székesfehérváron, úgy gondoltuk a kollégákkal, barátokkal, hogy rendezünk számára az ő emlékére egy ünnepséget. A ünnepség ma lesz. A ünnepségen kívül könyv is készült, már készült a nyomdában, itt van, lehet vásárolni, és nem tudom, kíváncsiak-e a nézők arra, hogy miről szól a könyv. A könyv a Laci munkásságát mutatja be,
nem sokan tudják, hogy verseket is írt, korábban megjelent 3 könyv, azokból rostáltuk ki a szerintük legjobb munkákat, volt a prózái is, és a humor sem volt távol tőle, egyik írásában egy lakótelepi közösséget figuráz ki, ha úgy tetszik, hogy hányszor és mikor mossuk fel a lépcsőházat. De beszél Újházi Péterrel, akiről írta a diplomamunkáját a Pécsi Egyetemen, és beszél, mint filozófiához is kicsikét értő Arisztotelésszel, azon kívül régi ismerősök, barátok, kollégák írnak visszaemlékezéseket, mint egy 15-en körülbelül, akik felelevenítik a Laci emlékét, és így bemutatható mások számára is. A kötetben 20 darab fotó van a ő korábbi ide munkásságát szintén jelképezvén, és reprók, tehát Fejvár és Fejvár környéki képzőművészeket mutattunk be egy-egy reprójukkal, akiknek Laci valamikor kiállítást biztosított. Most tulajdonképpen 2 kiállítás lesz, vagy van. Egyik egy állandó, ugye a könyvben lévő 20 fotó, vagy 20 repró, és a galériában lévő 3 hétig tartó alkalmi kiállítás, időszaki kiállítás. Ez röviden a könyv, amit tudni kell róla. Azon kívül pedig lesz itt egy színházi előadás, amelyen a lengyel drámaírom Rozseknek az emigránsokat mutatják be, illetve, mint mondtam, egy kiállítás a galériában, amelyet Kovalevszky Márton művészettörténész fog megnyitni. Annyira jutottunk a világ meg én, hogy amíg világ a világ, én minden esetre segítek a munkitőkének, mert hát ha csak mese, hogy jönnek a galambok. Az esten Vakler Lajos a Fehérvár Média Centrum újságírójának moderálásával bemutatták a Magyarics András által szerkesztett záróra Tóth László emlékkönyv című kötetet is, amely a Tarsoly Ifjúságért Egyesület kiadásában jelent meg. A könyv visszaemlékezések, versek és fotók segítségével idézi fel a Szabadművelődés Háza egykori igazgatójának szellemiségét, aki sokat tett azért, hogy Székesfehérvár gazdag kulturális életének tehetségeit, egyéniségeit és közösségeit minél szélesebb körben megismerjék. Magyarics András elmondta, csak nem egy éven keresztül készültek. Tóth László a barátom volt, és ennek a barátságnak a megalapozója az volt, hogy a Tarsoly Ifjúságért Egyesület most már közel 30 éve, minden évben szervezett egy költőnk és Kora József Attila műveltségi vetélkedőt, amit a Laci talált ki, Laci szervezett meg, és ez az, ami elindította a mi barátságunkat, és amíg az állapota engedte, addig ő ezt szerveztést csinálta. Ez volt a kiinduló pont, és ezért van az, hogy a Tarsoly Ifjúságért Egyesület ennek a baráti ismerősi kezdeményezésnek az élére állt. Tanítványai, akik ő alatt lettek, azok, akik lettek, ezért az ő... Ezért találtuk ezt a programot, és nagyon sok mindent szerettünk volna, és félünk, hogy egy kicsit nagyon is sűrű lesz itt most a program, de ez mind olyan program, amit mi itt most bemutatunk, ami a Laci munkásságához kötődik. Tehát most ugye az András majd biztos fog beszélni róla, ő fog mint főnöke és jó kollégája beszélni arról, hogy hogyan dolgoztak együtt. Ezt követően ugye lesz majd egy kiállítás megnyitó. A Lacinak nagyon fontos része volt a munkásságának, hogy kiállításokat szervezett olyan művészekkel, akik annak idején kezdők voltak, és aztán ugye a színjátszás az pedig az meg nélkülözhetetlen volt a Laci életében. Úgyhogy ezért állítottunk most ki egy olyan programot, amely mindegyiket tükrözi. Ezen kívül, erről szintén majd inkább szerintem az András, a Magyarics András beszéljen, a könyv, aminek ugye az a címe, hogy záróra, ennek is megvan az oka, hogy miért az a címe a könyvnek, hogy záróra Tóth László emlékkönyv, ez is a Lacihoz kötődő elnevezés. És hát a könyv tükrözi mindazt a több évtizedes munkát, amit a Laci csinált, ezért van az, hogy vannak benne olyan képek, amelyeket azok a művészek, fehérvári művészek készítettek, akik szintén a Szabadművelődési Házában, vagy annak idején az Ifjúsági és Úttörőházban kiállítottak, ezért vannak benne olyan írások, a régi színjátszósok, a régi kollégák, művészek, költők, írók, akik szintén írtak ebbe a könyvbe,
mert ez is mind a Lacihoz kötődő tevékenység volt. Kerestelek, és rád is találtam, de már nem volt érdekes. Ne haragudj, én nem így akartam, valahogy minden üres. Az emlékest programjának részeként a színház emeleti galériájában nyílt meg a Holnap kortársai képzőművészeti kiállítás. A tárlatot Kovalovszky Márta művészettörténész nyitotta meg, amelynek kurátora Szentes Ottokár művésztanár festőművész válogatásában olyan kortárs festőművészek alkotásait tekinthettek meg az emlékezők, akiket Tóth László nagyra tartott. Tóth Lacit régóta ismerem, amikor ő a ifjúsági házba került, az 75 volt, mi már régességen a múzeumban voltunk, és aztán munkakapcsolat alakult itt közöttünk. Nagyon sokat köszönhetünk tulajdonképpen a Lacinak, mert olyan szellemes, jó ötletei voltak a saját kiállításain, hogy a múzeum is sokat tanult tőle, sokat merített tőle. Hogy fogadta a felkérést, hogy önt kérték meg arra, hogy megnyisse ezt a fecsmény kiállítást? Tulajdonképpen nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, mert én személyesen nagyon jó viszonyban voltam a Lacival, és a múzeum számára is sokat jelentett az ő tevékenység. A múzeum korábban egy kicsit a képzőművészeti kiállítások miatt magányosnak érezte magát, amikor a Laci belépett és elkezdett kiállításokat rendezni, akkor már úgy éreztük, hogy van valami visszhangunk, van valami közös intéznivaló dolgunk, és a képzőművészetet együtt tudjuk képviselni. Mit szól ahhoz, hogy ennyien eljöttek a mai estére? Mit szól egyáltalán ahhoz, hogy ekkora rendezvényen emlékeznek meg Tóth Lászlóról? Helyeslem, azt kell mondanom, nagyon örülök neki. Látom, hogy egy nagyon szép kötet is megjelent, amiben a Lacinak az egyénisége is kibontakozik. Nem csak azok a képzőművészeti alkotások vannak jelen, amik a Lacinak a szellemiségét sugározzák, hanem a versei is, amik az ő humorát, a dolgokhoz való közeledését ugyanúgy megmutatják, mint ahogy mi élveztük ezt a kiállításokon, vagy az egyes képzőművészeti alkotások megközelítésében. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó esemény. Az emlékest a Szabad Színház előadásával zárult Morozsek, emigránsok című darabját adták elő Nagy Judit rendezésében. A darab Tóth László egyik kedvence volt, amelyet annak idején a színjátszókör vezetőjeként rendezett is. Idén is megrendezték a Castrum hagyományőrző napot a Tász Gorzium régészeti parkban. A rendezvény keretében felavatták Nádorfi Gabriella emléktábláját. A Gorzium régészeti parkban Tácon második alkalommal rendezte meg a Honvéd Szundiese, az I-generációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület, a Szent István Király Múzeum Gorzium régészeti parkkal együttműködésben nagyszabású sportos családi és hagyományőrző napját. A rendezvény keretében Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András, Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, Kovács Lóránd, a Gorzium régészeti park vezetője és a legendás régész családjának jelenlétében emléktáblát is avattak Nádorfi Gabriella szakmai munkássága előtt tisztelegve. Nádorfi Gabriella munkásságának eredményeit láthatjuk, érezhetjük, értékelhetjük, élvezhetjük. Többek között itt a Gorziumban is. Azt hiszem, hogy ő egy tényleg jellegzetes tudós alakja volt a Szent István Király Múzeumnak. Dolgozott itt Gorziumban is, nyilván Székesfehérváron is dolgozott Szabadbattyánban, és mindig szívvel, lélekkel, igazi szolgálóként állt a hivatásához. Óriási élmény volt őt hallgatni a tudás miatt is, meg amilyen szívvel azt át tudta adni. Úgyhogy úgy éreztük, hogy halála után 5 évvel itt az ideje, hogy az első emléket most már neki felállítsuk, és szerintem helyesen döntött a múzeum, hogy ezt ide álmodta meg a Gorziumban látogatóközpont bejáratához, hiszen az, hogy ez itt van, ez nagy mértékben Gabriellának, vagy mi szoktuk mondani, Gabikának köszönhető. Persze nagyon nem szerette, amikor ő volt a középpontban, úgyhogy bizony benne hitem szerint valahonnan lát, érez bennünket, és biztos tiltakozna, hogy őróla van szó.
mert hogy rögtön mondjuk Gorziumról beszélne, de azt hiszem, hogy minden szempontból megértemli ő az emlékezést. De fontos, hogy ez egy első állomás kell és szabad, hogy legyen, hogy emlékét megőrizzük, de az ő emlékét igazán úgy tudjuk gondozni, hogyha amit nekünk örökül hagyott, azokat a dolgokat tovább visszük. Például egyszer majd a Szehúzó kincs a Szent István Király Múzeumhoz tud tartozni, akár Fehérváron, akár itt a Gorziumban, akár majd egyszer Szabadbattyánban, hogyha oda valami majd fölépül, mert ő ebbe hitt, ő ezért dolgozott, neki köszönhetően volt kiállítás Székesfehérváron, és mindig mondta és vallotta, hogy a Szent István Király Múzeumhoz kellene ennek a csodálatos gyűjteménynek tartozni. Úgyhogy van feladat, és ezeknek a feladatoknak a végrehajtásával egyúttal Nádorfi Gabriella is. Nádorfi Gabriella fél évszázadon átszolgált régészként a Szent István Király Múzeumban, és fontos szerepe volt a Gorzium Régészeti Park felújításában, és az ottani ásatásokban is aktív szerepet vállalt. Emellett az ő nevéhez fűződik a Szehúzó kincsek feltárása is. Nádorfi Gabriella gyakorlatilag kitörölhetetlen a Szent István Király Múzeum és Gorzium életéből is. Nagyon sokan ismertük őt, nagyon sokan szerettük őt, és gyakorlatilag elmondható, hogy nagyon szerette a munkáját, a hivatását, és nem csak a régészetre gondolok, hanem Gorziumi Régészeti Park fejlesztésére, vagy például a Nemzeti Emlékhely gondozására, Székesfehérvárot, de ugye kiemelhetem a csákvári ásatásait, vagy éppen a Szehúzó épület komplexumot Szabadbattyán területén. Ha valaki eljön Gorziumba, a mai látképe gyakorlatilag Nádorfi Gabriellának köszönhető, aki egy pályázat alkalmával megálmodta ezt az egészet, és végig is vitte ennek a pályázatnak a lebonyolítását, tehát a fogadóépület, a mögöttünk talán látható fal szakaszok, új épületek, amelyek most Gorziumban láthatók, mind-mind hozzá köthetők. Több megemlékezést is tartottunk már, tehát természetesen konferenciát is szenteltünk a tiszteletére, és most ugye 5. évfordulója, sajnos, hogy már nincs velünk, és egy nagyon kedves kezdeményezés érkezett a lánya részéről, Ivet részéről, hogy egy emléktáblát avassunk Gabriella számára, és hát nem is találhattunk volna jobb helyet, mint Gorzium, ahol abban a fogadócsarnokban, fogadóépületben került ugye elhelyezésre ez az emléktábla, mely gyakorlatilag Gabriellának köszönhető. A nagyszabású sportos család és hagyományőrző program célja nem csak az aktív sportos életre való ösztönzés, hanem a Gorzium Régészeti Park és környéke középkori történelmének megidézése volt. Mit rögtön a közelembe, itt van a középkori része a hagyományőrzőknek, akikkel a 10-től egészen a 13. századig élheti át a korabeli életet, akár a mindennapi életet is, tehát nem csak a látványos csatákat, hanem a fafaragástól kezdve az orvosláson keresztül minden egyes apró részletét az akkori életnek, és azért különösen izgalmas nekünk most ez a mai napon, hisz ez egyben a fövenynap is, tehát a középkori településnek a megidézése is. Ugyanis sikerült idén végre a kezdetektől az Árpád-kor végéig hagyományőrző csapatokat szervezni, tehát a Magyar Állam Alapítást megidéző csapat is van, sőt még a tatárjárás után Fehérvár megyébe költöző kunokat megelevenítő csapatunk is van, de tényleg, ahogy mondtam, a hétköznapi érett középkor, tehát amivel mondjuk Székesfehérvár területén találkozhattak a 13. században, az is itt egy ilyen kicsit tábori körülmények között kipróbálható, átélhető. A park területén ezen a napon többek között katonai, technika és harci bemutató, történelmi hagyományőrző csoportok bemutatója várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Elbúcsúzott a Zeneszó koncertsorozat az Árszakra Fesztivál keretében egyedi hangulatú összművészeti előadásnak lehettünk tanúi a Szent Imre templomban. A Zeneszó 2023 sorozat negyedik alkalma a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum szervezésében különleges spirituális élménnyel várta a közönséget a Szent Imre templomban rendezett pénteki záróesten. Ha a búzaszem nem kerül a földbe és nem hal el, akkor csak egy búzaszem marad. De ha a földbe vetik,
és elhal, sok szemet terem. Elérkeztem a lehetőségeim határához. Én nem meghalni akarok, hanem azt akarom, hogy az igazságon éljen. Ruf Tamás dirigálásával, Dobri Dániel művészeti vezetésével az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Dunaújvárosi Vegyeskar közös produkciójában az elmúlt esztendőben bemutatott Én vagyok című egyedül hangulatú kortárs összművészeti előadásában Csadi Zoltán színművész elevenítette fel, jelenítette meg Krisztus csodatetteit, tanításait, életútját és szolgálatát. Az én halálom is csak a test halála. Ha a testem meghal, már nem az enyém, csak a tiétek lehet az igazságom. Az én halálom életet ad nektek. Az emberek nem az igazságomat látják, csak engem. A tanításomat csak hallják, de nem értik. A szeretetemet csak elfogadják, de ők maguk nem élnek szeretetben. A prózai szövegekhez a szimfonikusok felkérésére a magyar ifjú zeneszerző generáció egyik meghatározó tehetsége, Farkas Bence kifejezetten erre az alkalomra komponált Mária énekek darabja és Johann Sebastian Bach műveinek Igor Stravinsky által készített átiratai társultak a Dunaújvárosi Vegyeskar közreműködésével. A Ruf Tamás által vezényelt előadás megerősítette, hogy az Álszakra Fesztivál keretében a mélységek és a magasságok miként találkozhatnak a szent művészet jegyében. Megkezdődött a Vox Mirabilis Kamarakórus új évada, az első zenei találkozón Salve Regina címmel csendültek fel a katolikus kórus muzsika gyöngy szemei. A Jézus Szíve templomba várták szombaton este a kórus muzsika barátait, ahol a Vox Mirabilis Kamarakórus Zemlényi Katica karnagy vezényletével Salve Regina, Mennyországok királynője címmel tartotta meg idei évadnyitó hangversenyét. A koncerten Mária kórusművek, ősbemutatók, a kortárs egyházzene gyöngy szemei hangzottak fel. Salve Regina a koncertünk neve. Szeptemberben az üzanya születésnapját és névnapját is ünnepeljük egyben, így aztán ez a névadó koncertünk neki szól. Ugyanakkor a békéért is szeretnénk imádkozni, és hát Szűz Mária által a hazánkért, népünkért is. Ősbemutatók is elhangzanak, amiket most hallhat először Magyarországon a közönség, és hát készültünk olyan művekkel is, amik nagyon nagyszabásúak. A kórusra közeljövőben számtalan koncert vár. Zemlényi Katica örömmel számolt be arról, hogy a Vox Mirabilis meghívást nyerte a lengyelországi katolicizmus fellegvárába, Csesztohovába is. Két hét múlva Veszprémbe megyünk, a Puari Cantores nemzetközi egyházzenei konferenciára és kórus találkozóra, ahol mi leszünk az egyik fő kórusa ennek a rendezvénynek. Ugyanakkor érsekatya meghívott minket a katolikus társadalmi napok nyitó szentmiséjére is énekelni, utána pedig Lengyelországba utazunk egy kórus versenyre, Csesztohovába, ahova beválogattak minket, és ez egy nagyon nagy dolog. A hangverseny előtt Zemlényi Katica bejelentette, hogy a kórus szeretné tiszteletét kifejezni azon személyek, együttesek felé, akik munkásságuk elismeréseként átvehették a város által alapított Fricsai Rihárd zenei díjat, ezért megbecsülésük jeleként a díjazottaknak Vox Mirabilis hangversenybérletet ajándékoznak. Az ajándék hangversenybérletet személyesen juttatják el mindenkihez, aki 2002 óta megkapta Székesfehérvár legrangosabb zenei elismerését. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is tartsanak velünk, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.